Önök a Kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket. Megnyílt a 7. Mészöly Miklós író magasiskola, a tábor vezérgondolata ezúttal a szabadság körül forog. A tábornyitón szó esett a Mészöly tanya sorsáról is, mely várhatóan 2020-ban már egyik helyszíne lehet a magasiskolának. Hetedszer gyűltek össze az irodalom barátai és művelői a Szekszárdi Mészöly magasiskolában. Akik eljöttek, javarészt visszatérő vendégek. És ez jelzés arra, hogy mindaz a tudás, amelyet itt szerezhetnek, fejlesztőleg hat alkotásaikra. Szilasi László, az idei tábor egyik vezető tanára azt mondja, érezhető ez a fajta fejlődési folyamat. Ebben az évben úgy látom, hogy 16-17 ember van a próza kurzusokon, és közülük sokat már ismerünk. És hát rajtuk mindenképpen lemérhető a fejlődés, a szövegeik más minőségűek, mint az első időkben voltak. De igazából az az érdekes, hogy az újak, akik jöttek, azok is más természetűek, mint akik először jöttek ide. Régóta írnak, csak most gyűjtötték össze a bátorságot arra, hogy eljöjjenek. Idén nem vicceltünk, mert a szabadság lett a témája az írótábornak. Nyilván sok irányból, minden irányból veszélyeztetett valami, és akkor talán meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lehet a szabadságunkra vigyázni, és milyen körülmények fenyegetik a személyes, a közösségi szabadságunkat, és reméljük, hogy az írás művészete vagy a nyelvvel való foglalatosság az segít nekünk ebben. A tábor nem titkolt célja a Mészöly Miklós szellemiségének tovább éltetése. Szörényi László irodalomtörténész, a Mészöly Egyesület elnöke azt mondja, a jelenlegi tanári kar egyfajta szellemi agyként tekint Mészöly Miklósra. Ha megnézzük az első gyűjteményt, 1991-ben jelent meg, a Mészöly 60. születésnapjára, akik abban írtak, mi 60-an, azok utána részben ma már a felük Kossuth díjas, a másik felük Mészöly díjas, és Kossuth díjas is már esetleg, és így tovább. És azt lehet mondani, hogy mindnyájan rengeteg dolgról beszélnek, valamennyien egyben egyet értenek az ajánlásban, vagy a szövegben, vagy van, aki direkten aláhúzza a saját szövegébe a legpurfangosabb módon beleépített Mészöly idézeteket. Most a Kaliforniában valami amerikai előadásában mondja ki Eszterházy Péter, hogy nekünk valamennyiünknek az a bajunk, hogy figyelni kell arra, hogy a Mészöly milyen, mert ha nem felelünk meg neki, akkor baj van. Ugye az egyetlen, akinek erre nem kell figyelnie. Most ez azt jelenti, hogy a legritkább irodalmi mesterek közé tartozik az ilyen, akire nem haragusznak, és nem úgy akarják fölülmúlni, nem úgy akarják imitálni, hogy közben furda őket a lelkiismeret, vagy aztán kirohannak ellene, vagy a Jóisten tudja. Valahogy mindenkinek az apja volt ilyen értelemben, de nem úgy volt az apja, hanem mint hogyha inkább a bátyja. Ezt a Koszolányról írja megint az Eszterházy, hogy így vagyunk valahányan vele. Tehát ő volt a nekünk jutott Koszolány, mondjuk így. A tábornyitón ismét szóba került a Mészöly alkotó tábor ügye, mely a tervek szerint az egykori családi tanya helyén a Porkoláb völgyben épülhet meg. A terveink szerint 2020 év közepére, lehet, hogy a következő alkotó táborra már át is tudjuk adni majd magát az épületet, szeretnénk megmenteni, és szeretnénk a jövő irodalmárainak majd felkínálni, mint egy alkotóházat, ahol egy kicsit magába tud mindenki szállni, egy kicsit a hely szellemét be tudja fogadni, és bízom benne, hogy ezzel újabb vonzerőt tudunk Szekszárdon felmutatni az irodalom, a kultúra szerelmeseinek, és azáltal még többen fognak majd ellátogatni Szekszárdra. Mivel hogy a Mészöly egyik legfontosabb objektuma, mármint saját maga elé tűzött céljai közül, talán rosszul fogalmazom, de megpróbálom érthetőben, az, hogy azt a tájat, amely neki akkor is folyamatosan megvan, és akkor is mindig sugal valamit, amikor éppen nem ott lakik. Erről nagyon sokat beszél a róla készült filmekben, meg mit tudom én, egyéb interjúkban, írásos vagy a Fogarasival készült nagy interjúkban, és ehhez hasonló. Azt lehet mondani, hogy ha itt a táj maga, tehát ez a határozottan Babits és Mészöly és Baka által, de hát azért Dienes Valériát is tegyük hozzá, meg a Jóisten tudja, akiket lehet hozzátenni. Megszólított és nem könnyen megszólaló táj, ugye az Aliszka és vidéke kezdve, tehát jó pár évvel ezelőttről.
Ez beépült a magyar virtuális, tehát a képes magyar történelembe, aminek a Mozerra készített fotó album az még nagy lendületet is adott, az én Pannoniám is, és a többi, amit Mészőről csinál. Úgyhogy lehetetlennek tartom, hogy a táj maga itt akkor ne szólítsa meg azt, aki ki lesz téve neki. Az idei alkotótábor előadói között található Szkárosi Endre, Zalán Tibor, Péter Figergely és Péter Novák Éva is. Ezúttal egy képeslap került a Vosinszky Mór Múzeum hónap műtárgyait bemutató vitrinjébe. A képen a fiatal Baka István látható, vélhetően egy osztálykirándulás idején. A képeslapot barátjának, a Bonyhádi Solymár Imrének küldte. Levélbarátságom Baka Pistával az 1965-ös esztendőkor a tavaszán kezdődött. Előző év szeptemberétől Mellő Bélával leveleztem, így szereztek tudomások a Garaisok, a Bonyhádi Keri, költő, író, tudós, önképzőködös önjelöltjéről. Solymár Imre írja ezeket a sorokat Baka Istvánnal történt barátságáról. Az első igazi kinyomtatott Baka versek így kerülhettek a Bonyhádi Keri újságába, a Bonyhádi Közgazdászba. A Bonyhádi Közgazdász volt az, ami tulajdonképpen Baka Istvánt és Solymár Imrét összehozta, hiszen Solymár Imre írja a visszaemlékezésében, hogy az nagy vonzerő volt, hogy egy nyomtatás, tehát hogy iskolai diákok irodalmi műveit is nyomtatásban, tehát nyomdafestéket láthatnak ezek a művek, nyomtatásban megjelenhetnek. Baka István első verse is a Bonyhádi Közgazdászban jelent meg 1965-ben, Érkező álnévvel, ugyanúgy, ahogy néhány évvel később, már a Tiszatájban megjelenő nagy irodalmi folyóiratban megjelent első verseivel szinte párhuzamosan. Ebben a számban ez egy következő évfolyam, már több verse jelenik meg Baka Istvánnak, de még mindig az Érkező álnéven. Baka István és Solymár Imre levelezésében olvastam, hogy Baka István még ebben a pillanatban is azt mondja, hogy az igazi közönsége az a középiskolás közönség. Persze a levelekben sokféle a középiskolás Baka István irodalom felfogása, kedvenc költőjének a költőjéről is beszél, rácsodálkozik, hogy lehet Lermontova példakép Solymár Imre esetében, aki éppen az aktuális orosz tanár hatása alatt Lermontov jellegű verseket ír, hiszen ez a levélbarátság nagyjából 1965-ben kezdődött, amikor Solymár Imre megismerkedett Merő Bélával, akivel levelezett, majd ebbe bekapcsolódott Baka István is, aki persze az író társait is, idézőjelben az író társait is képviselte, Kékesi Gábor az osztálytársa, illetve Csizmadia Sándor verseit is közvetítette Solymár Imre fele, és kölcsönös volt ez a vers küldés egymásnak, hiszen Solymár Imre is úgy került a Bonyhádi Közgazdász szerkesztői közé, hogy maga is versíró ember volt, és valóban hát egymás műveitről kifejtették a gondolataikat. Barátságuk bizonyítéka ez a dedikált képeslap, melyet Baka István Solymár Imrének küldött. A dokumentum sok másikkal egyetemben Kacián János helytörténészen keresztül jutott el a múzeumba. 65 és 69, tehát a levelezés intenzív időszakában hosszú leveleket váltanak, tehát nem csak képeslapokat, és nem csak verseket küldenek, ahogy mondtam, hanem valóban kifejtik egymás műveiről az álláspontjukat. Kacián János helytörténész, nyugalmazott levéltáros ajándékozta a múzeum irodalmi gyűjteményének, hiszen itt őrizzük Baka István írói hagyatékát, aki viszont személyesen Solymár Imrétől kapta 1995 tájékán. Az időpont azért érdekes, mert Solymár Imre ekkor a Dunatájban egy kis visszaemlékezést közöl az ő levélbarátságukról, hiszen a saját kifejezést használtam itt a hónapműtárgya idézeteiben vagy szövegeiben is. Úgyhogy Kacián János jóvoltából egészült ki a Baka hagyaték ezzel a
ezzel a több mint 35 levél, illetve vers kézirat tétellel, aminek szervesen hozzá kapcsolódik a dedikált fénykép. A 32. alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Speciális Művészeti Fesztivált. A rendezvénynek 1998 és 2003 után idén újra Szekszárd adott otthont. A szervezők célja az volt, hogy a sérült emberek is megmutathassák, hogy ők is tehetségesek különböző művészeti ágakban. A szervező egyesület elnöke azt mondta, Szekszárd bebizonyította, hogy mennyire elfogadó város. Ezek a képek a tavaly 31. alkalommal megrendezett Speciális Művészeti Fesztiválon készültek Székesfehérváron. Idén Szekszárdnak jutott az a szerep, hogy otthont adhasson annak a fesztiválnak, ahol sérült emberek mutathatják meg képzőművészeti, színművészeti, táncművészeti és zenei tudásukat a nagy közönségnek. A különlegessége az eseménynek az volt, hogy ez már a harmadik ilyen rendezvény volt Szekszárdon, 1998 és 2003 után azért látogatott el a megyeszékhelyre a fesztivál ismét, mert bebizonyosodott, hogy a szekszárdi emberek elfogadóak, mondta a város polgármestere Ács Rezső. Rengeteg ember mutathatta meg, milyen hatással van az élet a művészet. Így tett az Arpeggio Novo zenekar is, akik a fesztivál nyitó napján léptek színpadra. Asztalos Zsolt, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke azt mondta, a fesztiválnak az a célja, hogy biztosítsák a sérült embereknek a megjelenés lehetőségét, és bebizonyíthassák, hogy ők is tehetségesek számos művészeti ágban. Az elmúlt 10-15 évben nyitottabb lett a társadalom, szabadtérre is kivitték a fesztivált, ennek köszönhetően nagyobb sikere lett. Asztalos Zsolt így értékelte a Szekszárdon megrendezett Speciális Művészeti Fesztivált. Az utolsó napokban elmondhatjuk, hogy sikeres és színvonalas fesztivál volt ez a 32. országos fesztiválunk. Többek között azért, mert az elmúlt évekhez képest a legtöbb résztvevő jött el, köszönhetően annak, hogy Tolna megyéből 6 intézményből érkeztek résztvevők, tehát így azt elmondhatjuk, hogy 46 intézményből 700 résztvevője volt a fesztiválnak. Ami nagyon fontos, a szakmai értékelések szerepe. A megjelent arcok, Radó Donis színművésznő, Csonka András színész, illetve Nádas György színész, valamint az egyesület szakmai értékelői véleménye alapján az összegzésben leírásra kerül majd, hogy színvonalas produkciókat láthatunk, az elmúlt évek színvonala tovább növekedett, köszönhetően annak a szakmaiságnak, ami az intézmények munkájában megtalálható. És ami külön öröm számunkra, hogy a tapasztalatok és az elvárásaink nem csalatkoztak Szekszáron. Azt gondoltuk, egy kisváros sokkal inkább befogadó, mint egy nagyváros, és ez be is bizonyosodott. Többen voltak a színházteremben, és többen voltak a Prometheus parki rendezvényeinken, és köszönjük a Szekszárnak, a szekszári lakosoknak, hogy jöttek, megnézték, és a két koncerten pedig velünk együtt szórakoztak. A Speciális Művészeti Egyesület elnöke azt mondja, Szekszárnál alig van alkalmasabb hely arra, hogy egy ilyen fesztivált vendégül lásson. És Asztalos Zsolt szerint az sem véletlen, hogy a fesztivál ismét a városba látogatott. A kisváros jellegnél fogva szinte gyalogosan elérhető távolságban vannak azok az intézmények, a Babics Művési Központ, az étterem, a kollégiumok, a hotelek, amelyek, illetve a park, ugye, ahol a szabadtéri színpad van, és ez nagyon fontos volt. Fontos volt az, hogy Szekszárd hozzáállása a korábbi két fesztivál alatt is pozitív volt, az önkormányzat támogatásként nagyon sok mindent biztosított, illetve az, hogy már két alkalommal bebizonyosodott, hogy Szekszárd befogadó város, és bíztunk ebben, és ez így is volt most is. A résztvevők számos műsorszámban mutathatták meg tudásukat. Az egyik csoportvezetője azt mondja, örül, hogy részt vehettek a fesztiválon, mert remek élmény volt nekik a Szekszárdon eltöltött 5 nap. Ez egy nagyon jól sikerült fesztivál, nagyon jól érezték magukat a lakóink és a dolgozóink is. Tavaly ugye mi Székesfehérváron rendeztük a
a fesztivált, akkor nagyon elfáradtunk, de most ez egy másfajta kellemes fáradtság volt, ami feltöltődéssel töltött el minket. Mi három előadással készültünk, nekünk egy színpadi táncprodukciónk volt, énekkar és egy versmondónk. Mindig megnéztük ugye a más csoportokat, amiből azért tanulnak a lakóink és a kollégáink is. A szabadtéri programokon is részt vettünk, az esti bulikban is részt vettünk, úgyhogy mi mindent kihasználtunk, amit lehetett ezen a fesztiválon. Farkas Judit azt mondja, azért jó, hogy van egy ilyen fesztivál az országban, mert így rengeteg dolgot tanulhatnak azok az emberek, akik részt vesznek rajta. Óriási fegyelmet. Tehát tényleg az, hogy mások hogy viszonyulnak ezekhez a helyzetekhez, megtanulják azt, hogy mások hogy adják elő, tanulnak mások hibáiból, és tanulnak a saját hibáikból is, fejlődnek ezáltal, és sokkal könnyebben alkalmazkodnak az ilyen váratlan helyzetekhez. Alapvetően én, mint koreográfus veszek ugye a csoport életében részt, én a telephelyet egyébként vezetem, annál az intézménye, ahonnan jöttünk, és a mindenfajta koreográfiát, amiket megnéztem, tényleg lebontam a következtetéseket, hogy mi az, ami jól néz ki a színpadon, mi az, ami kevésbé előnyös a színpadon, és ebből lehet építkezni ugye a következő évekre. Bátaszékváros napján a kulturális program kínálatának egyik eleme volt a helyi csoportok bemutatkozása. A nemzetiségi együttesek számára fontos volt, hogy a település egyik legkiemelkedőbb rendezvényén bemutathassák tudásukat. Minden városnapi rendezvény alkalmat ad arra, hogy a helyben dolgozó kulturális csoportok is bemutatkozhassanak. Az idei rendezvényen mindhárom népcsoport színpadra állt. Azt mondják, nagyon fontos számukra, hogy a közeg, jelesül a város, időről időre képet kapjon az általuk végzett tevékenységről, hagyományápolásról. Tiszteltetés természetesen, hogy a város napjára a felkérést megkaptuk, elfogadtunk, és megpróbálunk eleget tenni, úgymond, hiszen a nyári időben azért nagyon-nagyon kevés gyereket lehet megmozgatni egy-egy ilyen jeles eseményre, de mi azért most megpróbáljuk. 3 évvel ezelőtt a nagyok után elindult egy úgynevezett utánpótlás csoport, akik hála Istennek most már kinőtték magukat ifjúsági csoportnak, és tavaly júniustól meg tényleg egy utánpótlás csoport, akik ugye kisebbek, de nagyon-nagyon lelkesek, és nem csak a táncosok hozzá kell tennem, hanem a szülők is maximálisan támogatnak, segítenek. Ahol számít a német identitás, ott azért igen, hozzák a szülők a gyerekeket, és akkor megpróbálkozunk ugye a tánclépésekkel, az énekekkel, és egy kicsit, hát a hagyományőrzés az annyira, ugye ez mindig egy kritérium volt a bátaszéki Heimatán csoportnak, mert mi nem vagyunk a szó hagyományos értelembe véve hagyományőrző táncsoport. Mi a Glöckner féle hagyományt visszük tovább és ápoljuk, de természetesen táncolunk hagyományőrző csoportoktól vett koreográfiákat is, úgyhogy a bátaszéki gyűjtés az szerintem még várat magára. Nekem nincsen szeretőm, csak egy rongyos keszkenőm, szebbig fel A bátaszéki bukovinai székelyek számára az előző napi kitüntetés átvétele után különleges jelentőséggel bírt a városnapi fellépés. Tegnap ugye abban a megtiszteltetésben érte, vagy az a megtiszteltetés érte a bátaszéki székelyek baráti körét, hogy a város Pro Urbe díjjal tüntette ki az egyesületet. Hát ez, hogy mondjam úgy,
nagyon érzékenyen érintett minket, tehát meghatódtunk, meg ami az egészben talán a legjobb, hogy most az idén ünnepeljük a 30 éves évfordulót, tehát egy 30 éve alakult meg a baráti kör, és akkor valahogy ezt úgy érezzük, ez haba tortán, tehát hogy elismerték azt, hogy azért valami csak csinál a székelység itt Bátaszéken. És ez talán a továbbiak, nem talán, hanem igen, még egy kis lendületet ad nekünk, hogy csináljuk, tehát hogy meg igazolás, hogy jól csináljuk, meg jót csinálunk, tehát hogy amit őseink ránk bíztak, azt folytassuk, és szerintem ott valahol, ha vannak, akkor ők is örülnek ennek a díjnak, hogy minket elismertek, és mondom, ez egy új lendületet ad, épp ugye az énekarnak, mind a táncsoportnak is, meg hát magának az egész baráti kör tagságának, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, ért bennünket ezáltal. De jön a Bukovina Fesztivál, akkor azon is részt veszünk, akkor lesz egy ilyen nyári tábor, az megyünk Kolozsár mellé válaszútra, egy ilyen edzőtábor szerint, tehát hogy a kórus is, meg vagy a táncsoport is együtt készül, majd az őszi időszakra, tehát hogy a karácsonyra. Ja, meg hát ne felejtsük el, hát itt van a nyakunkon, augusztus közepén a józsefalviak bátaszéki bucsi. Mert Józsefalván ugye augusztus 20-án volt a bucsi, és akkor azt próbáljuk most itt újra felidézni. Vasvári! A felvidékiek túl vannak az egyik legnehezebb feladaton, a minősítőn. Ennek sikere újabb lökést adott a csoportnak a következő feladatokra. Sok munka, sok izzadságba került a minősítő, illetve a felkészülés, de sikeresen szerepelt a csoport, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és ugye egy csoport életébe a közönség, azok, akik látnak minket, hallanak minket, azoknak a véleménye nagyon, nagyon motiváló és tényleg erősítő hatással bírhat. A Bátaszék külön hangsúlyt kap ugye az egyesület életében, mert hogy bátaszékiek vagyunk, tehát kutya kötelességünknek érezzük a városi rendezvényeken való közreműködést. Bátaszéken élő felvidékiek képviseletét elsősorban, aztán ugye a szülők, a minket támogatók sem utolsók ebben a sorban, és ugye a várostól nagyon sok segítséget kapunk, nagyon sok támogatást, és úgy érezzük, hogy nekünk itt kell lenni, és jelen kell lenni minden rendezvényen, minden megmozduláson, teljes létszámban, vagy csak egy-két párral, ahogy össze tudjuk hozni a dolgot, de valamilyen módon mindenképp itt vagyunk. Szekszárdon koncertezett az Intim Torna Illegál Zenekar, a 32. Országos Speciális Művészeti Fesztivál Prométeusz Parki színpadán. A Fogyatékossággal Élők Fesztiváljának jótékonysági koncertjén a közönség sérült és nem sérült tagjai együtt szórakoztak. Tombol a közönség az Intim Torna Illegál egyik legújabb, az elfogadásról szóló Hibátlan című dala közben a zenekar szexárdi koncertjén. A szöveg alkalomhoz illő, a jótékonysági produkciót a Speciális Művészeti Fesztiválra hozta el a 4 tagú zenekar. A többnapos őszművészeti fesztiválon 40 magyarországi szociális és oktatási intézmény, alapítvány és egyesület közel 800 fogyatékossággal élő résztvevővel képviselteti magát. Céljuk a többségi társadalom tagjaihoz való közelítés és az integráció.
ezért nem kizárólag saját maguk által bemutatott produkciók és alkotások, de sokak által ismert sztár fellépők is helyet kapnak a programban annak érdekében, hogy a sérült és nem sérült résztvevők együtt szórakozhassanak. Az Intim Torna Illegál örömmel vállalta a megkeresést, és kíváncsian várta a speciális összetételű közönséget. Az első és legfontosabb dolog a fogadtatás. Hogyha jó a fogadtatás, akkor a koncert is mindig nagyon jó szokott lenni. Mi zenészek, nagyon lelki emberek vagyunk, és amit az első 15 percben kapunk egy helyszínen, azt így vissza is szoktuk adni, így megszorozva. És ez így tart körülbelül a koncert végig. De hogy a... Hát, hogyha rosszat kapunk, akkor azt is visszaadjuk. De remélem, hogy ma nem így lesz. Szóval eddig nagyon jól érezzük itt magunkat Szexárdon. Nyilván 60 perc alatt el fogjuk játszani azokat a dalokat, amit mindenki ismer. Alapvetően attól függetlenül, hogy jótékonysági koncertről van szó, teljes stáb kivonult, és semmit sem hagytunk otthon, úgyhogy a teljes fényparkot elhoztuk. Tehát amit a színpad elbír, azt most fel fogjuk pakolni, úgyhogy egy olyan koncertet fogunk adni, mint mondjuk egy nagy fesztiválon. És bizony sok ilyenen megfordulnak. Csak idén számtalan belföldi és határon túli állomás van mögöttük és előttük. Voltunk Gyergyóval faluban, ami ugye a Gyergyói völgyben fekszik, és még öt másik falunak a, nem is a falu, hanem az már község, és a kettő köznek község van, öt másik községnek a lakosai gyűltek össze, hogy ez elég nagy fesztiválnak számít, elég érdekes. Aztán voltunk Sopronban, ott a Soproni Zeneiskolában játszottunk egy komplett koncertet a főtéren, ez a Sopron zene keretein belül, az is nagyon szép volt. Játszottunk a fővárosban, ott volt most a Ha iszol, soha ne vezess kampány részeként adtunk egy hatalmas koncertet a Készjelenti Rendőrség zenekarába együtt, ami egyébként egy világméretű kampánynak a magyarországi része, aminek mi vagyunk a képviselői. Hát ezen kívül még rengeteg helyen játszottunk, most voltunk Lébényben, megyünk Bágyokszovátra, aztán megyünk vissza Erdélybe, de megyünk Szlovákiába is. Úgyhogy, ja, és az egyik legfontosabb pont az Balatonszárszó, mert ott lakom, és ott fogunk játszani augusztus 9-én, és ezt nagyon várom. Azt hihetnénk, ennyi koncert mellett már nincs is szükség gyakorlásra, de azért ez nem teljesen így van. Bár a közel 10 év alatt sokat fejlődtek a zenészek, mára erről szólnak a mindennapjaik. Hát amikor elkezdtünk zenélni, én napi 5-6 órát gyakoroltam minden nap, a Sanyik az 12-t gyakorolt, még nagyobb megszállottja volt a gyakorlásnak, hogy én. Az Ádám 6 éves korában kezdett el konkrétan aktívan zenélni, tehát hogy már zeneiskolába jár, de 4 évesen már a kukán játszott, és dobverőket tört egymás után sorban. Úgy számunkra ez egy ilyen életforma, úgyhogy már a gyakorlás is élvezetet ad, és ezt minden nap. Ha minden nap gyakoroljuk magát a zenét, meg a zene hallgatás is már önmagában gyakorlásnak számít, mert tehát, hogy a mi fülünk már rá van arra, hogy úgy hallgassuk a zenét, mint egy zenész, tehát nem csak azt, hogy milyen jó, és milyen jó érzést ad, vagy hú, de, vagy hogy milyen érzelmi hatást kelt, hanem úgy is, hogy melyikben milyen vokálok vannak, milyen hangszerek, ki hogy zenél, ki hogy énekel. És akkor ez ilyen kicsit tartalmasabb egy ilyen zenehallgatás, aztán persze sokat gyakorolunk együtt is a próbateremben. Hát most éppen koncertezünk hetente 4-szer, úgyhogy nincs szükség a gyakorlásra, itt már fölmegyünk a színpadra és azonnal játszunk. Egyébként koncert előtt fél órában már elkezdünk énekelni, meg vokalizálni itt bent. Az is érdekes, de oda nem szoktunk megengedni senkit, mert az titok. Tehát akár színpadon, akár a próbateremben, vagy csak otthon a zuhany alatt, de az énekestől megtudhattuk, az éneklés nagyon fontos. Kirepül az minden, a világ tetejére, onnan kizuhannak, hogy se vele hallnak. Kirepül az minden, a világ tetejére, onnan kizuhannak, hogy se vele hallnak.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!